Gólyalábasok bemutatójával kezdődött az Egy nap Intercizában elnevezésű családi rendezvény, amelyet a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia közössége szervezett. A történelmi korokon átívelő családi program célja, hogy megpróbálja összehozni a római városrész lakóit. Két vonulata van ennek, vagy három is ennek a mai napnak. Az egyik az Interciza gyökerek, hiszen ez a városrész nevében is hordozza ezt a hagyományt, illetve számtalan építészeti emlékmaradvány van ezen a területen. Úgyhogy ezért lett Interciza nap, és kőtári látogatás, történelmi vetélkedő, korabeli ételek kóstolója, kézműves foglalkozások szerepelnek a programban, ami mind-mind ezt a kort idézi. 3, 2, 1, roj! A szombati eseményen fontos szerepet kapott a sport, így egy össznépi kocogást is rendeztek. A 3,5 kilométeres távot nem csak a Rudas iskola diákjai és a városrészi lakók futották le, hanem a körzet képviselői Cserny Béla és Gál Roland is. Elvezetőik! Mi mindig a római városrészi napoknak alapszervezői szoktunk lenni, ugye ez hosszú évek óta egy tradicionális esemény. Most ugye az idei évben közösen a Rudas iskolával ugye a római városrész felújítási projekt kapcsán egy soft projekt mentén zajlik a mostani városrészi nap, és hát természetes, hogyha mi meghirdetünk egy futást itt a városrészben, ebben alól a helyi képviselők sem lehetnek kivételek, úgyhogy lefutottam, én is, jól esett, kemény volt. Fontosnak tartottam, hogy promotáljam azt, hogy az egészséges életmód az jóra vezet. Igaz, nagyon elfáradtam, kicsit hosszú volt nekem a táv, de mindenféleképpen egy felhívás az egészséges életmódra. Ha a körzet első embere fut, akkor hát, ha mások is kedvet kapnak. A színes kavalkádon a résztvevők számos ügyességi játékot is kipróbálhattak. Volt mászófal, kötélpálya, íjászat, grundbirkózás, dárdadobás, valamint gladiátor bemutató és vetélkedő is. A programok lehetőséget teremtettek arra, hogy a városrész lakói közelebbről megismerhessék a római kori történelmet. A legkisebbeknek pedig arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal készültek a szervezők. Azt szeretném bemutatni a fiataloknak, tehát az egész a pici gyerekkortól kezdve, akár a tinédzser vagy felnőttkorig, hogy gyöngyökből és mindenféle kellékekből hogy lehet díszítést vagy ajándékokat készíteni, és ezt szeretném nekik bemutatni. Már volt érdeklődő is, főleg a picik, akik jönnek, nagyon tetszenek a színes gyöngyök, úgyhogy szeretném, hogyha jól érezni mindenki magát itt nálam. A családi rendezvény végére össznépi mulatságot és élő zenei koncertet szerveztek a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola udvarában.